A Magyar-Kanizsa feletti folyószakaszon a hétvégén kezdődött meg a tiszavirágok intenzívebb kirajzása. Jellemző a virágzásra, hogy az első 2-3 napban csak a hímek jönnek elő. A természet mintegy feláldozza a több millió hímet, hogy jól lakjon béka, gyík, hal és madár, amelyek felfalják a kirajzó hímek egy részét, utána azonban beindul az igazi rajzás, amikor milliószámra felhőkben rajzanak ki a kérészek, mi pedig megcsodálhatjuk ezt a több millió éves természeti tüneményt. A tiszavirág latin nevén a Palingenia longicauda a kérészek csoportjába tartozik. 3 évnyi a folyómeder talajában eltöltött lárva élet után minden év júniusának közepén a felszínre jön, ledobja lárvaruháját és kecses rovarként röppen fel, hogy néhány órányi rovar élete alatt biztosítsa a faj fennmaradását, majd elpusztuljon. A virágzás idején csónakok, kajakok, kenuk, kisebb jachtok lepik el a folyót, hiszen mindenki testközelből szeretné látni a kérészek násztáncát, míg a félősebbek a parton maradnak és onnan szemlélik a fejleményeket. Rendszeresen jár a tiszai tangó sétahajó is, amely mindig teli van emberekkel. Egy japán forgatócsoport is már napok óta fotózza, filmezi a tisza virágjainkat. A nagyszerű nyárias időjárásnak köszönhetően igazi élmény volt ez a néhány nap a folyón a kérészek és a sok-sok ide látogató ember társaságában. A tiszavirág védett faj, tilos összefogdosni, csalinak használni őket. Sajnos ezt ezúttal sem tisztelte mindenki. A rendelkezés betartásáról a környezetvédelmi felügyelők gondoskodtak, akik végig ott voltak a virágzás helyszínén, amennyiben valakit rajta kaptak, az bizony komoly büntetésre számíthatott.